Igazából az a probléma, hogy nagyon durván sokan vannak, de itt mindig nagyon-nagyon sokan vannak. És pont ilyen kicsit hosszított, és nem vagyok benne dagadt. Valóban sokkal környezettudatosabb és fenntarthatóbb dolog turkálóban vásárolni. Már a turkáló szó, hogyha kimondtad, akkor már gáz voltál és lúzer. Most lehet, hogy sokan azt fogjátok írni a kommentekben, hogy ez ronda. Pöttyös. Miért vagyok ilyen idegesítő? Úgy beszélek, mint mindenki más a világon. Tűnk, remélem, hogy meghoztam a kedveteket a turizáshoz. Na, jó reggelt kívánok! Délben! De nem jó, akkor sztornó. Akkor jó napot kívánok! És a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint benézzünk budapesti turkálókba, ugyanis számomra ez egy tök fontos dolog, mert minthogy ez ilyen időszakos nálam, hogy van, amikor így van kedvem turkálózni, és akkor mit tudom én, mondjuk két hetente bemegyek egybe, megnézem, hogy milyen jó cuccok vannak, stb. És van, amikor ez így teljesen elmúlik, és eszembe sem jut, hogyha mit tudom én, mondjuk eszembe, hogy kéne egy kabát, akkor mondjuk előbb elmegyek a Zarába, vagy a Pull&Bear-be, vagy a Bershkába, vagy ilyen helyekre, pedig miért nem megyek el egy turkálóba, és nem mondom, hogy ez ilyen nagyon-nagyon turván időszakos, amúgy én inkább kifulladok, amikor beszélnem kell így, hogy megyek közbe. Szóval nem kezdek el arról beszélni, hogy miért nagyon jó és sokkal fenntarthatóbb a turkáló, mint az összes több ilyen fast fashion bolt, mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy úgy nézik az emberek az ilyen videókat, hogy jól van, oké, köszönjük, vásároljál már. Nyilván igen, sokkal fenntarthatóbb, tök sok pozitív előnye van a fast fashion boltokkal szemben, viszont minek beszélnék erről, szerintem tisztában vagytok vele, és ezt előttem már elmondták nagyon sokan. Én szeretnék meginni egy kávét. Jó, rendben. Benne vagy? Benne. De nézek, és de... már nincs ott sem. Nem vállalom. Köszönöm. Na, megkávéztünk gyorsan Sziszivel, és már itt is vagyunk, egyébként konkrétan itt van előttem már a Humana Vintage Boutique üzlete, ami itt van az Astorián. Szerintem ez így a legnépszerűbb turkáló a városban, nem? Nem, szerintem így mindenki ide jár. És ma minden 1400 forint, ami azt jelenti, ha jól tudom, így napról napra csökken, és az első nap darab áras, és aztán meg megy lejjebb. Szóval szerintem kb. Ilyen második nap van, úgyhogy szerintem még sok minden. Hetente kapnak árut, nem? Valami. Igen, 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 és 7 napig, és a végén már ilyen minden 200 forint, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy menjünk be, ma minden 1400 forint, nézzünk körül, szerintem ezért is lehet tök jó cuccokat találni, nem? Sokan vannak. Tényleg. Eltehettem már. Félek. Igazából az a probléma, hogy nagyon durván sokan vannak, de itt mindig nagyon-nagyon sokan vannak, és ilyenkor így... Vagy én ilyenkor így kifordulok egy boltból, amikor ilyen ennyien vannak, mert nincs türelmem válogatni, de most egy picit megpróbálok. De bejöttem a próbafölkébe, itt is ilyen nagyon durván hangos zenesztól. Egyébként már a maga a próbafölke, mindjárt megmutatom, nagyon jól lesz ki. Az egésznek van egy ilyen nagyon retro hatása, nekem nagyon bejön. Egyébként csak ezt az inget hoztam, ami lehet, hogy egy kicsit túl extra hozzám, vagy nem tudom, de mostanában szeretek így kísérletezgetni ezekkel kapcsolatban. Több dolgot nem találtam most jelenleg, viszont rengetegen vannak tényleg, és így kb. Esélytelen keresgélni, pedig egy keddi nap van, szóval nagyon durva. Konkrétan olyan közel van a következő hely, ahova megyünk, hogy végig tudom beszélni az utat. Itt van már mellettünk.
Mondjuk nekem az ilyen boltokkal mindig van egy ilyen izém. Tegnap volt árukészletcsere ebben a Krimben, ami konkrétan három bolttal van arrébb, mint az előző Humana, ahol voltunk, ugyanúgy az Asztórián. Úgyhogy most ide is benézünk. Nekem az ilyen krím ruhaboltok mindenhol ilyen túlárazottak kicsit szerintem, vagy hát nem feltétlen ér annyit ahhoz képest, hogy használt, mint amennyibe kerülnek, de hát nézzünk körül. Na, erre esett a választásom, ez egy Adidas pulcsi, és ezt felpróbáltam, de sajnos hát egy mínusz 5 kiló hiányzik ahhoz, hogy ez jó legyen rám. De egyébként lehet, hogy még körülnézem, mert tök jó cuccok vannak, és ezt csak így gyorsan lekaptam most. És előre nem veszem meg, mert hogy majd úgyis belefogyok, mert ezzel jártam már szarul, hogy ez nem történt meg. Pedig azért jó lett volna. Na szóval közben bejöttünk egy Libribe is, mert nagyon szerettem volna egy könyvet, de nincsen sajnos, és neten is már csak tök kevés. Úgyhogy ez probléma. A Blahán, ugyanúgy a Krimbe fogunk bemenni. Ez egyébként egy kétemeletes üzlet. Szóval ez elég nagy, és én itt már voltam, de akkor csalódás volt. De lehet, hogy csak türelmetlen voltam. Jó, de nagy. Ez nagyon nagy. Nagy nehezen jöttem be próbálni egyébként, mert így nem volt kedvem, de ez kb. Olyan, mintha rám öntötték van. Nem tudom most kamerában, hogy néz ki. De nekem nagyon durván tetszik, nagyon jók a színei is, meg minden. Biztos, hogy elviszem. Úristen, ez nagyon durván jó. Ja, hogy ránk szóltak, hogy nem lehet kamerázni, és olyan rossz volt. Pont mondani akartam már, hogy az első kettő boltban nem szóltak ránk, pedig mindig szoktak, és ott látták is, és nem szóltak. De itt a Blahán, a Krimbe ránk szóltak, de mennyire jó ez, úristen. És pont ilyen kicsit hosszított is, nem vagyok benne dagadt. Nem tudom, hogy kamerám, most kamerán amúgy, ha így belenézek, nem tetszik, de azért egész jó ez. Már jó pár órával később van, és egy kicsit sietek is, ugyanis megyek edzeni. Gondoltam még így utoljára, megmutatom, hogy végül miket vettem meg. Illetve azt mindenképp el szeretném mondani, mert mondtam, hogy így rettegek attól, hogy ha az ilyen száraz tartalmát elmondom annak, hogy miért jó a turkáló, akkor így elkapcsoltak, és azt mondjátok, hogy jó lesz a ramba. Viszont azt el szeretném még mindenképpen... azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy számomra miért élvezetes turkálókban vásárolni. Az, hogy mindenből egy dolog van, az abban van valami tök izgalmas, hogy vajon megtetszik valami, és akkor oda megyek, és akkor imádkozom azért, hogy ez túlzás. Szóval reménykedem abban, hogy az én méretem lesz, stb. És szerintem ez egy tök jó dolog. Attól is jól érzem magam, hogy a környezetem, úgy érzem, hogy a környezetemért ezzel teszek, vagy hát nem úgy érzem, hanem valóban sokkal környezettudatosabb és fenntartatóbb dolog turkálóban vásárolni, mint fast fashion boltban, és nagyon örülök, mert amikor még én általános iskolás voltam, akkor valahogy már a turkáló szó, hogyha kimondtad, akkor már gáz voltál és loser. Ez nagyon-nagyon örülök, hogy ez megváltozott, és az emberek fejében már más van a turkálóval kapcsolatban. Szerintem igazából menő. Vannak olyan menő vintage turkálók, ahol kifejezetten menő vásárolni. Mondom, nem tagadom le, én sem sűrűn szoktam, mint már a videó elején elmondtam, viszont hogyha bemegyek, akkor tehát, hogy na, ez egy jobb döntés mindenféleképpen. Na, és most megmutatom, hogy végül mikre esett a választásom, és miket vettem meg azok közül, amiket felpróbáltam. Ugye volt ez az ing, ami ilyen extrabb egyébként. Most lehet, hogy sokan azt fogjátok írni a kommentekből, hogy ez ronda. De higgyétek el, hogy ezt, meg hát láttátok rajtam. Úgyhogy ez jól fog állni, mert nem egy olyan mindennapi darab, és nekem bejön. Igen, a kellemetlen turkálószag az érződik, de... semmi probléma velem, egy mosás is. Aztán átmentünk a Blahára, ugyanígy a Krim turkálójába, és ott viszont már találtam cuccokat, amiket láthatatok is, hogy felpróbáltam, és végül négy dolgot vittem be a próbafülkébe, és mind a négyet megvettem, mert nagyon jók voltak, viszont a kedvencemmel kezdeném.
Na ez volt ez, amit megláttam, és amikor Sziszti is meglátott, így tudtam, hogy jól fog állni. Reménykedtem benne, hogy a méretem lesz, és a méretem volt. Nekem nagyon tetszett, szerintem tök jól néz ki. Még így az ingeknél maradva, van még egy ing, amit megvettem, ez pöttyös. Vagy hát ilyen fura mintája van, na mindegy, nekem tökre tetszett, meg szerintem jól is állt, ismertek, csomószor van rajtam ing. Az ilyen alap hétköznapi szettem, hogy felveszek egy pólót, egy feketét vagy fehéret, és rá egy inget. És ha már az Asztórián nem volt jó rám az az Adidas melegítő felső, itt viszont igen. És mindig nagyon szerettem volna egy olyan pulcsit, aminek ez a törölköző anyaga van. Most remélem, hogy értitek, hogy mire gondolok, ezt nem tudom jobban leírni, nem tudom, hogy hívják ezt az anyagot. És ez pontosan olyan, és ez Adidas, és ez is 3000 forint volt. Azt hiszem, hogy minden 3000 forint volt, vagy nem? Mindegy, az a lényeg, hogy 2500-3000 forintok voltak ezek a cuccok, nem emlékszem pontosan. Tök jó ilyen kincsekre bukkanni a turkálókban. Miért vagyok ilyen idegesítő? Úgy beszélek, mint mindenki más a világon. Ezen sokat gondolkodtam, mert ennek így az ujja fura volt, mert nem gumis ujjú, hanem ilyen. Szóval így nem tartja meg, de végül úgy gondoltam, hogy 3000 forintért ezt is elhozom. Szeretem a pirosat, ez így egy tök jó, most felveszek egy fekete szettet, vagy egy fehér szettet, és ezt ráveszem, mennyire jól néz már ki. És azt hiszem, hogy ennek a videónak a végére is értünk. Remélem, hogy meghoztam a kedveteket a turizáshoz, és többet fogtok menni a barátjaitokkal, barátnőitekkel turkálóba esetleg körülnézni, és megadjátok neki az esélyt, mert mondom, szerintem zseniális. Igazándiból ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy ezt is érdekesnek találtátok. Hogyha van kedvetek, akkor kövessetek Instagramon, mindenképp iratkozzatok fel, hogy legyünk minél többen, és a csengőt is nyomjátok meg, mert mostanában a YouTube nem mindenkinek küld értesítést sajnos, úgyhogy ha megnyomjátok a csengőt, akkor fogtok kapni értesítést, remélem. Lájkoljatok a videót, hogyha tetszett. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, én megyek edzeni, sziasztok!